Na, itt vagyunk, akkor a kerítés túloldalán, a Szorna szigeti madárház bejáratánál. Ugyanis ez bizony itt a madárház, ahol most először fogunk a játék folyamán találkozni repülődinókkal. Egész pontosan, hogy is hívják őket. Pteranodon, Pteranodon, Pteranodon. Itt fogunk először találkozni ezekkel a szépségekkel. Amanda, ugorjál oda föl, légy szíves. És azt csavard el. Így, egyik oldalról ki van, itt van most már a kapu. És a másik oldalról pedig mindjárt megszerül nekünk, Mr. Kirby. Na, ne, nem ezt akartam, hey. De nézzétek, miért ezt veszi elő? Szereljé! Miért nem szerelsz? Ja, először vágom, le kell vágni onnan azt az indát, már megint, hát persze. Egész játék alatt is más csináltunk, mint ezt a szart vagdostuk. Na, nézzétek meg, ezt a szart kapja elő egyfolytában. Szereljé már, te szerencsétlen! Na! Végre kinyílt a kapu és bemeltünk a következő és egyben utcsó pályára a filmben. Na, nézzetek csak el hátra! Nincs ott semmi, jó, igaz? És akkor mi lesz most? Egyrészt kezdődik a pálya, The Bird Cage, a madárketrec, madárkalitka. És mindjárt lesz valaki a hátuk mögött. Kukucs, hát ki van ott? Hello, hello! Spinosaurus jött játszadozni. És most Billy lebukik, hogy elcsort egy-két raptor tojást, és hogy a raptorok ezért üldözik őket. Persze Billy mondja, hogy csak jó szándékból csinálta, hogy pénzt tudjanak szerezni ezzel, hogy aztán tudják folytatni az ásatást aztán majd Montanában. Viszont ezzel Dr. Grant igen megharagudott rá. Viszont most bekerültünk a madárketrecbe. És ez nem éppen egy leg... És ez nem a legbiztonságosabb hely. És kukucs, itt is van az első madárkánk. És el is vitte magával Eriket. Hozott a kicsineinek egy kis ételt. Egy kis kaja a kis baba madárkáknak, a kis baba pteranodonoknak. Tessék, jaj ne! Jó, ez szép volt, leestem a picsába. Bocsánat. Nem akartam káromkodni. Szóval, igen. Erikből madár csemege lesz, ha csak nem mentjük meg. Hát nem látod, Amanda, persze, hogy nem látod ebbe a rohadt nagy ködbe, ami ebbe a ketrecbe van, hogy ne látod, hogy persze, hogy nem látod. Nézzenek oda, emberek, csak nem! Hát csak nem! Már megint indákat kell vagdosni Dr. Granttel. Rendkívül izgalmas ma a játék. Izgalmasabb feladatok vannak. Viszont a zene az rendkívül ilyen epikus fonalat vett most fel. Gyorsan átejtőernyőzünk Billyvel. Meg kell mentenünk Eriket a biztos haláltól. De izgalmas, micsoda izgalmak! Gyorsan összeszedjük a pénzt és felépítjük ide a hidat a többieknek, hogy át tudjanak majd kelni. Aj, micsoda feszültség, érzitek ezt, emberek? Áh. Nem bírok nyugtani, hogy egy helyben annyira izgatott vagyok. Amúgy nem. Váltunk gyorsan, gyerünk. Ki nem tudja azt rakjonan ledobni? Sajnos senki nem tudja azt ledobni mostanában, mi? Amanda, gyere drágám, Amanda. Lesz egy kis feladat itt neked, ugrálni kell. Egy kis akrobatasó. És akkor többieket vagy átjuttatjuk ide mindjárt. Igazán megnézem, mit tudok széttörni. Mert van mit széttörni. Na, akkor most viszont építhetünk. Akkor jöhetnek a többiek.
De mindig a zöld oldalát kell tolni, mert csak úgy működik. Itt van nektek a átjáró kis mocskok, kis trollocskák, orkocskák, gyertek át. Nem tud valaki a sötétbe világítani, ott van benne egy minikit. Fene egye, meg senki nem tud oda bemenni, érte? De kár. Ezt el lehetne vágni Dr. Grant-tel, de még nem engedi a játék valamiért. Na majd most, talán. Ez a madár ide szárt csőröket csattogtatni. Hol van Grant? Nem látom Grantet. Még mindig ott egyensúlyozik a palon, lemerem fogadni. Hát persze. Ez rendszeres, hogy ott ragadnak a palon, amikor egy egyensúlyozni kéne. Ez csodálatos. Na jó, vágjuk el azt a kötelet, aztán ejtsünk valamit a fejére ennek a jószágnak. Zutyja egy doboz a fejedre. Te nagyra nőtt csirke, jól mondod, Billy. Nagyon jól mondod. Oda föl nem tudunk menni, mert oda ugye növényt kéne ide ültetnünk, ahhoz pedig Ellie Settler kéne, aki... Hát aki most sajnos nem áll rendelkezésünkre, közben ez az építmény kezd itt összeomlani. Legkevésbé se biztonságos. Doktor... Nehogy doktor? Hogyan már? Ez az ember nem doktor. Szóval Paul Kirby-re van szükségünk. Aztán Dr. Grant-re. Azt a ládátot nem tudjuk kinyitni, mert az ugye feszítő vas kell, ami például Nick Owennek volt az előző részből. Úgyhogy az most zárva marad. Gyerünk, menjünk már. Eric bármelyik pillanatban megmurdelhet. Ha nem segítünk rajta. Na, még egy madárka. Ezt a madárkát innen valahogy el kéne kergetni. Gyerünk. Nincs veszegetni való időnk, de van. Addig mindenképp van, amíg összetörünk mindent a pályán, ami az utunkba kerül. Nos, ennyi lenne itt szerintem, akkor építhetünk. Valamit pumpálnunk kell majd, úgy látom ez egy ilyen tűzijáték lesz. Na, valaki ugorjon föl? Mondom, valaki ugorjon már föl és maradjon is odafenn. Pumpáljuk fel a levegőt ebbe a izébe. És akkor küldünk egy kis tűzijátékot ennek a madárkának. Bye-bye, birdie! Oké, ez micsoda? Ja, azt ki lehet lőni, de nem tudunk senkivel se lőni. Jó, akkor most Billy fölmászik ide szépen, és villám gyorsan. Nézzük, hogy erre tudunk-e jönni, erre nem tudunk jönni. Akkor itt kell majd átejtőernyőzni nyilván. És itt a többieknek megcsinálni az utat. Így ne? Meg is építem, megint egy trambulint építünk, ha jól látom. Úgy, gyertek. Jaj, már megint vagdosni kell az indákat. Hol van Grant? Gyere! Ez már tényleg nagyon monoton kezd így lenni. No, akkor... Eric, jaj, megint ez az Eric-kezés. Halljátok már az Eric-kezést! Eric messze van innen, nem halt titeket. Így, ne, ezt szétütöttük. Most mi van? Ezt szét lehet vágni? Nem, ezt szét kell ütni. És akkor tudunk építeni valamit. Igen, majd erre kell tovább mennünk mindjárt, rövidesen méghozzá Billyvel. Billyvel kell erre tovább mennünk, de mielőtt erre is el tudunk jönni, először eljövünk erre és megnézzük itt mi van. Ott lenne a harmadik dolog, amit ki tudunk lőni, ha lenne puskánk, de nem tudunk, mert nincs puskánk, úgyhogy nem tudjuk kilőni, és ezért nem lesz minikütünk ezért. Ezt jól megaszontam, ugye? Egy levegővel. Nézzük, mi van viszont itt. Most egyrészt van ott egy Pteranodon, aki ismét csörcsattogtatósat játszik. Egyik hasznos dolog nincsen. De ott egy minikit, bizony, jó, hogy eljöttünk erre. Azt a pénzt nem tudom, hogy sajnos összeszedni, ami arra elment, mert a Pteranodon után nem tudok közelebb menni. Mert nehéz kimondani ezeknek a nevét szépen, hogy Pteranodon. Pteranodon, ott kukasz, még nem hagyjuk ott, széttörjük nagyon gyorsan. Kaptunk is érte pénzt, bizony. Na és akkor most jött el Billy ideje, hogy bizonyíthasson és kijavíthassa a hibáját, amiért elcsorta a raptorok tojását. Hajrá, Billy! Gyerünk!
És akkor itt egy ilyen kis akciós jelenet, Billyvel siklunk itten egy sort. Átvegyünk itt a stat karikák között, és megmentsük Eriket, aki ott egész messze van azon a szirten. És nem tudom, hogy van-e most minikit valamelyik karikával. Igen, ott van egy minikit, azt összeszedjük. Úgy is van. Eddig két minikitünk van. Azt a kéket is összeszedjük, úgy ne. És ott van Erik. Dinoszaur van írva az esernyőre. Esernyőre, ejtőernyőre. Gyere, Erik! Megmentelek. Ugorj, Erik! Ez az. És akkor most mindenki leesik be a vízbe. Na de ott is van a hajó, micsoda szerencse. Na, úszhatok is a hajó után. És igen, Billyt itt most kicsit megszadizzák a madarak. És itt a filmben ugye úgy is nézett ki, hogy meg fog halni. A többiek pedig elindultak a hajón ki a tenger fele. Amikor is újra előkerül drága jó barátunk a Spinosaurus. Mint mondtam, ugye tud úszni is, úgyhogy ez be is bizonyította most nekünk. A vízből támadott meg minket. És leamortizálja az egész hajónkat. És Mr. Kirby kicsit bajba jutott, ott a telefonod, különben visszaajándékozta neki. Mondja neki, ja, francnak se kell a te telefonod, viszont sokkal jobban érdekel a te kis csülök husikád.